Na kérem, teszteljünk, lett a Zapover Softnak egy új lehetősége, és akkor én most ez alapján le fogom tesztelni ezt a lehetőséget, vagyis fel fogok olvasni egy olyan korábbi jegyzetemet, csak itt bocsánat, a lényegtelen dolgokat kikapcsolom közbe, ne zavarjon be. Azt mondja, hogy jó, tehát eredetek teremtői központja csoportban vagyunk, és mikor csináltam ezt a jegyzetet, ez év április 8-án, hogy mi inspirált egy ismerősnek, vagyis egy életfilm, egy eredetbe haladó életfilmjéből emeltem ki, mégpedig, tehát egy életfilmből részlet. Ki érzi még így magát? Ez a pár mondat és érzés nem személyes, hanem általános. Igaz? Na, nézzük. Azt írta az életfilmjében az illető. Azt gondoltam, hogy erre az időre majd egy nyugodt, szép kis életem lesz, miközben meg minden össze van kavarodva, nem azt érzem, amire vágytam. Vágytam egy otthonra, egy nyugodt, békés, csendes életre. Voltak időszakok, amikor megvolt a belső béke, és most megint elveszítettem. Azt érzem, hogy van egy csomó réteg rajtam még, amit le kell vedlenem, mert szorít, megfulladok már tőle. Jó, hát ebben erre nekem jött elég sok kérdés, mégpedig, na lássuk ezeket a kérdéseket, figyelj oda magadban te is. Kinek a hamis álmában vagyunk? Hoppá, jövök is ide, erre a képre. Jó, ez az ingatlan, úgynevezett ingatlan struktúra kódunk, ami nem... Ez igazából nem csak a fizikai ingatlanról szól, ugyan annak idején arra kértem, de aztán rájöttünk, hogy mint minden más is, sokkal és sokkal és sokkal több. Ez a kifordult, személyiségbe kifordult hamis álom struktúra, egymásra épülő rétegződése. Úgyhogy kinek a játéka szerinti hamis álmot hitted el magadénak, amikor önmagad tengelyéből, innen középről kifordultál, hoppá, itt közben felugranak, jó, és hamis életben maradás, hamis gyökér, hamis biztonság, hamis kenyelem, hamis luxus, és ha hamis álom hozzá, betápozva, rengeteg videón van erről már anyagunk, tehát akkor folytatom itt, tehát kinek a hamis álmában vagyunk? Hány szintű hamis álomban vagyunk? Hú-hú. Ehhez most meg kéne keresnem. Na. Nem, elsiás Lajos egyfajtában felugrik közbe. Meg kéne keresnem azt a képet. Mindjárt egy pillanat. Tehát a hány szintű hamis álomban vagyunk. Na, hol is van, hol is van, hol is van. A 12 fénytesti anyagban van ez a kép. Már is mutatom nektek. Tam-taram, itt van. Jó, tehát hányféle hamis álomban lehetünk? Na, légy szíves, nyílj meg, kedves kép. Így. Hányféle hamis álomban lehetünk? Jó, ez a 12 fénytesti réteg. Hét csakrás, kis jelenélet, két DNS-es tokocska, teljesen kifordulva önmagából, vagy egy érzelemtestes, mentáltestes, spirituális mentáltestes álomban ezek a felébredési szintek igazából, vagy már kinyíltál a galaktikusodra, a nagy lélek szintedre, a felettes lelked szintjére, vagy már még magasabb szintű galaktikus álomba kinyíltál, ez a kristály-krisztus tudatszint, vagy
felébredsz az eredeti álomra, ahol eredetként, eredeti álomként lettél a létbe hívva, mint szellemi eredet, jó? És ezek a rétegek egyre szűkebb, és egyre torzultabb, és egyre hamisabb álom szintek, és itt már azért fekszel, mert itt már teljesen alszol, és itt már semmi közöd a saját álmodhoz, hanem valaki mások hamis álom keretrendszerében játszol, mint szereplő. Jó, tehát hány szintű hamis álomban vagyunk, melyik hamis álom szinten miket hiszünk el saját magunknak, jó? Megint ide-vissza. Melyik szinteden mit hiszel magadról, kit hiszel annak, hogy te az vagy, és te annál több nem is lehetsz. Oké, vissza. Melyik hamis álom szintű álomtól hogyan érezzük magunkat? Hol, hogyan érzed magad? Jó? Hogyan érzed magad ebben az elnyomott, lenyomott, COVID-vírusos, alvótudatban tartó erőszakos erővel, irányítással, kontrollral, fogyasztásra serkentve, alvótudatban tartó, Erzsébet hidas, struktúrakódos, hamis álomban? Hogyan érzed ettől magad a hitellel, a csokkal, a mindenféle regulákkal? Jó, hogy érzed magad tőle? Hogyan érzed magad, amikor kinyílsz mondjuk a spirituális, mentális testedig, és elmész egy olyan csoporttudatba, ami egy történelmi, tradicionális csoporttudat, és akkor ott játszol azokkal a társaiddal? Hogyan érzed ettől magad? Hogyan érzed magad, hogyha kinyílsz a galaktikus szintre, és a galaktikus szintnek egy alacsony oktávjára, sávjára, ahol kiderül, hogy nem elég, hogy ezek itt lent nyomnak, préselnek téged, és hamis álomban kényszerből tartanak, hogy te játszd az ő játékukat, hanem még kiderül, hogy különböző fajok, tehát a 13 csillag nemzetségből különböző fajok is szórakoztatnak téged, és használnak téged. Hogyan érzed ebben az álom szinten magad? Ébredsz-e feljebb? Ébredsz-e feljebb? Jó kérdések? Milyen érzés a hamis álom szereplőket felismerni, hogy miben voltatok együtt csupán? Tehát, hogy kik vagytok ti együtt? Például itt lent egy házasság papás-mamásba, kinek az álma alapján mentél bele a házasság játékba, egy poláris kapcsolatba? Kinek az álma alapján? Majd kik miatt nem mered otthagyni ezt az álmot? Rengeteg olyan történetünk van, hogy azért nem mer változtatni, mert aggódik azon, hogy szegény szülők, akik elvárták, és akiknek tetszett ez a szép papás-mamás házasság, hogy az ő gyerekeik milyen szép párok, tehát anyósapós, és a szülők, és nehogy traumát okozzunk nekik ezzel, és nem mernek kilépni a kapcsolatból. Miközben ez egy hamis álom, tehát akkor kinek az álmában vagyunk, hogyha te nem mersz kilépni, vagy nem mersz változtatni azon a házassági papás-mamás történeten, mert mit szólnak hozzá a szülők, a rokonok? Hát ez elég kínos. Kinek az álmában vagy, kinek az életét éled? Volt ilyen példánk nagyon sok. Na nézzük tovább. Milyen érzés rádöbbenni, hogy nem a saját álmunkat éltük, mások álmában, mások álmát játszottuk el? Hú, hát milyen érzés? Kinek a játékában vagy? Így is megnézhetjük, ez pedig a Szerencsejáték ZRT struktúrakódunk. Kinek a játékát játszott? Gyere, játszd a játékomat! Ugye ezt annak idején elvileg a Szerencsejáték ZRT-re kértük meg, de hát erről is kiderült, hogy sokkal több, hogy milyen játékot játszunk, hogyan vagy behúzva ebbe a futóhomok csapdatérbe, és rakd át a figyelmedet
rájuk arra, akik azt a játékot játszák, milyen játékot játszanak. Figyelemelterelés, az egyén, te, érzés, adnak, kapsz hozzá érzéseket, gyere velünk ezekbe az érzésekbe, mi egy klassz, fasz a közösség vagyunk, jó a buli, érezd az összetartozást, érzés, birtoklás, a miénk vagy, a mi játékosunk vagy, a mi játékunkat játszod, hányféle szinten, hányféle szintű játékot játszunk, hoppá. Na, hol vagyunk? Itt nagyon kicsi, úgyhogy visszamegyek. Elhagyom ezt az oldalt, igen, visszajövök ide, na, már itt is kicsi, de miért lett ilyen kicsi a betűk? Jöjjünk, nagyítsunk rajta, azt mondja, hol tartottunk a kérdéseknél? Milyen érzés a hamis államszereplőket felismerni, hogy miben voltatok együtt csupán? Milyen érzés rádöbbenni, hogy nem a saját álmunkat éltük, mások álmában, mások álmát játszottuk el? Mi lett volna, mi lenne a mi, a ti, a te eredeti álmod? Jó? Tehát mi lett volna, ki lennél te? Mi lenne a te eredeti álmod? Hát nyilván ez itt, ami a te eredeti álmod, az a te kozmikus szellemi eredeted szerinti, hiszen mindig minden a szellem irányából ered. Jó? És ahhoz a saját lelked szerinti, második szinten, ez a galaktikus szinted, és ahhoz tartozó saját tested, jó? Ezek a testi szintek, azért hívjuk spirituális testnek, mentáltestnek, érzelemtestnek, és a hét csakrás biológiai formát, két DNS-es biológiai formát, jó? Mi lett volna a te eredeti álmod, és abban vajon hogyan éreznéd magad? Melyikhez ragaszkodsz, és miért? Milyen áron, milyen érdekből? Jó? Tehát négy denzitás szintű életfilmvetítésben álom az álomban vagyunk. Melyik álom szinten milyen álmod lehet? Hát gondold végig. Tehát melyik álom szinten milyen és kinek az álma lehet? Milyen minőségű álmaid lehetnek? Nagyon komoly kérdések. Álom, az álomban vagyunk, oké? Melyik álom szinten kik határozzák meg, hogy neked milyen álmod lehet? Kik a játékban tartók, oké? Tehát kik határozzák meg számodra, mondjuk ezen az alacsony szinten, kinek a játékát játszod, ugye? A rabszolgatartó, harmadik dimenziós rabszolgatartó, állami apparátus, politika, háttérhatalom, a 13 genetikai család, akinek ugye egyébként van a 13 csillagnemzetségű család, mint tükör, tehát ők az anyag, 13 csillag, 13 anyag család, alapegység, ők itt tartanak játékban, és ennek van egy eredeti magasabb szintűje, a 13 csillagnemzetség. Jó, ez ennek a tükör kifordult fonák anyagszintű vetülete. Kinek az álmát játszod? Kinek az álmában vagy? Még mindig. Na, hol tartunk? Tiririm. Tiririm. Jaj, igen. Melyik álomszinten kik határozzák meg? Tehát kik határozzák meg? Melyik álomszinten kiknek a játékában álmodhatod magad valakinek? Felismered-e az álomszinteket? Akarod-e egyáltalán megismerni az álomszinteket? Akarod-e végre tudni, mikor melyik szintű álom kinek a játéka és milyen szándékkal? Jó? Akarod-e tudni, hogy melyik hamis álomszintű játékban mit tanulhattál meg, mi lehet belőle a valós hasznod? Akarod-e tudni végre, mi a te eredet szerinti álmod, amiért beszülettél? Ugye? Ez a kozmikus szellemi eredet szerinti. Az ébredés fájdalmas az álomszintekből. A fenti élem film álomból részlet. Egy idillisztikus, családi modell álomkép összeomlását olvashatjuk, ami szintén általános, igaz? Tehát nem személyes, nem egyéni, mindenkivel, nagyon sokakkal történik, tehát ez egy általános történet.
azt írjátok, mint sokan. Voltak időszakok, amikor megvolt a belső béke, mármint azon az álmon belül, és most megint elveszítettem. Igen, tehát csak azt tudod elveszíteni, ami nem valós. Ha kész vagy, egyensúly megvan benne, akkor kész vagy, mész tovább. Megvan az összes tapasztalás belőle, mész tovább, nyílsz tovább. Oké? Okay. Tehát nem elveszített, hanem fordítsuk át, kész vagy vele. Tessék kérem tovább haladni. Hány szinten veszítettél már el, hány szinted, hány szintű álmod omlott már össze? Ugye? Ezt is írjátok, mondjátok, és érzitek sokan. Azt érzem, hogy van egy csomó réteg rajtam, még amit le kell vedlenem, mert szorít, megfulladok már tőle. Hát akkor most nézd meg újra ezt a képet. Tehát itt vagy lent, igen, ezek a rétegek, az érzelemtest, a mentáltest, a spirituális mentáltest, kinyílni rá, és lebontani, kibontani onnan magad, hogy fel tudj onnan állni ebből a fekvő kis összenyomott állapotból, és azzá tudj válni, aki egy ilyen felállt, hatalmas, nagy létező. És akkor nem fogsz fulladni. Oké? Okay. Na, azt mondja, tiririm, tiririm, igen. Jó, tehát, hogy megfulladsz már tőle. Ismerős? Hányan érzitek ezt? Akkor ez személyes vagy általános? Mi az a réteg, ami már szorít, ami már nem a tied, amitől már megfulladsz? És akkor itt most mondom, a koronavírus is a megfulladás érzettel jár. Egészen testi szintig, fizikai síkon megjelenve, sokszor már belehalva. Nem tudva azt, hogy valósan mitől is fullad már meg fizikai szintig, mint legutolsó alapvetület. Jó, tehát ami már a vége, a végstádium vetülete. Tehát aki Covid-ban itt lent fullad, az igazából nem a Covid-tól fullad, és nem a Covid a hibás, ha még ezen a szinten is valami külső cuccot hibáztat, hát akkor nagyon elcseszte a történetét, mert egész egyszerűen a fizikai szintig lenyomva ennyi és ennyi és ennyi és ennyi rétegen keresztül se volt képes legalább ennyit megtanulni magáról, jó? És pontosan az fullasztja meg, az nyomja össze, oké? Okay? Tehát nem rajta kívül van a történet, hanem, és nem is a vírus a hibás, hanem az csak ennek a következménye. Oké, okay. Jó, azt mondtam itt akkoriban, hogy itt megállunk, gondolkodj el rajta, és ha tényleg fel akarod fogni, közben megnézem, hogy veszi-e még fel, ah, szuper, fogni, hány szintű játékban, hány szintű álomban voltál eddig, melyik szinten kiknek az álmában, melyik szintű álomnak mik a szabályai, törvényei, bizonyám, miért mész rajta végig valósan, hopp, tehát azt kéne megérteni, hogy mindegyik síknak, szintnek más a teremtői tudatosság törvénye. Ez az, amire most már azt mondom, hogy négy denzitás szinten tanulhatjátok a törvényeket és a működéseket, a teremtői tudatosság törvényeit, hogyan teremtünk, melyik szinten. Oké, mindegyiknek más a, tessék felébredni erre is. Jó, hoppá, hűha. Látjátok ezt a képet? Valakitől most kaptam. Látjátok, hogy mi van ennek itt az alján? Na hát igen, kb. Pont oda való. Hűha! Ez így vicces. Nem baj, de viszont teljesen élő, igaz? Jó, tehát, hogy mik a törvényei, mik a szabályai, és miért mész rajta végig valósan, és hogyan gyere ki valósan, melyik álomszínből, és hogyan juss el az eredeti álmodig, és még azon túl is. Akkor jelentkezz. Jó, hát ezt annak idején arra mondtam. Ugye egyébként nekem, ha mondom, megmondom őszintén, hogy teljesen mindegy, hogy ti jöttök-e vagy sem. Én azokra rakom a fókuszt, akik jönnek. Tehát nekem nincs szükségem arra, hogy reklámozzam. Valakiben vagy beindul, vagy nem, az jön, aki meg nem, az meg teljesen mindegy, hogy milyen inspirációkat kap kívülről, hogyha nem érzi, akkor tök mindegy. Jó? Kérd meg az eredet neved, tehát akkor jelentkezz, kérd meg az eredet neved, ugye?
Mert anélkül, tehát hogy tudd, hogy ki vagy, ki az, aki egyáltalán elindult valamikor. Jó, tehát ez az egyik legfontosabb, mert az egésznek a gyökere az eredeti szellemi ideálom, ahonnan elindultál. Az a gyökere az eredeti álomnak. Írd meg, összegezd a jelen élet életfilmedet, abból látszanak az álom szintjeid, amin végigmentél, csak nem tudtál róla, miben vagy, és miért, és mi belőle az, amit tovább viszel, amiért benne voltál valósan, és mi az, amiket pedig el kell hagynod és kukáznod. Tehát az életfilmet azért szoktam kérni, hogy innen lentről a jelen életedet írd meg, írd össze a hét kérdés alapján, most már 8, mert most már hozzáveszük az Antarest és a Galaktikust is, tehát a nagy lélekszintű képletedet is kérem hozzá, hogy azt is lássam, tehát hogy ne maradjon ki most már semmi. Tehát eredet szint életfilm. Az életfilmben azt is részletezitek, hogy milyen, amikor elkezdtél felébredni innen a legalvóból, és elkezdtél elindulni, akkor milyen érzelmi szintű, gyógyító, energetikai, ilyen-olyan-amolyan terapeuták, akármik segítők csoporttudatokban jártál, vagy vásároltál meg különböző technikákat, mentáltest szinten milyen segítő technikákat vásároltál, vagy voltál kezelés alatt, vagy vettél igénybe valamilyen kísérést, és a spirituális mentáltested meddig van kinyitva, ezek a múlta, ugye, ez mindig a múlt, vagy az úgynevezett átmeneti technikák, amiket a felébredéshez raktak be elődeink, és azokból esetleg vásárolhattál be, hogy azon keresztül is haladjál. Jó, tehát ezt szoktam kérni az életfilmbe, itt a középső szakasz szól az Antaretet, azt az Antares képletet mutatja meg a galaktikus csillagnemzetségek 13 lélekcsalád szerinti asztrológiai Antares képletet, és a kozmikus szellemi eredetet. Tehát ez a három dolog, kozmikus eredet, Antares kód és életfilm, és akkor így már lehet látni téged, hogy mi a te valódid. Na már megint hol járok? Rám. Igen. Tehát jelentkezz, összegezd. Ha éppen szorít és fullaszt egy álomszint, és most általánosan, globálisan egy egész emberiség populációt fullaszt meg már, egészen fizikai szintig, testi szintig, akkor az melyik álomszint, és hogyan hagyhatod el, és milyen álomszintjeid vannak még utána. Ha ezt mind szeretnéd végre tudatosan, valósan tudni, és visszamenni a saját életed feletti tudatos hatalmadat egészen az eredeteddig, akkor jelentkezz vagy egyéniben haladásra az egyéniddel, vagy kisoportos közös haladásra az eredetekkel. Oké, ezt még áprilisban írtam, amikor a pandémia alatt voltatok, és nagyon ráértetek, tehát ráértetek volna magatokkal haladni. Ha ezeket nem érted, nem is akarod érteni, ha erre nincs is szándék, akkor nincs értelme itt lenne, tehát ez annak a csoportnak szólt, mert én azokkal foglalkozom, dolgozom, és csak azokra rakok figyelmet, és azokba fektetek be magamból életenergiát és tudásomat, akik legalább ugyanannyit befektetnek magukba, mint én beléjük. Akinek erre nincs igénye, teljesen feleslegesen van itt. Itt is, ott is, amott is, bármelyik csoportomban vagy nézelődésben, akár a YouTube-on is. Bátran menjenek vissza bármelyik szintű álomba, és vidáman álmodjanak tovább azokat az álmokat. Egyébként itt most eszembe jut, hogy nekem a kozmikus szellemi eredet szintemen ugye meg lehet kérni azt is, hogy a kozmikus szüleink által életmondatunk, ami a minden életünkre szól, tehát ami a megteremtésünk alapja, szándékban mindenkinek van egy speciális életmondata, ugyanúgy, mint ahogy színes száma is van még az eredet neve mellé,
Ez még pontosít és pozícionál, eredet szinten is részletezetté tesz téged, hogy mégis ki vagy te pontosan. És az én életmondatom a kozmikus szüleimtől úgy hangzik, hogy az aranyangyal minden inkarnációmban velem van, elkísér, és vezesd az embereket a felébredésbe. Na most, hát éppen egy hihetetlen sokrétegű álomból segítem a felébredéseteket. Tehát nem is csak, tehát ugye, aki azt gondolja, hogy hű-hű, hogy ő már felébredt, hát akkor nézd meg, hogy milyen szintig ébredtél föl, és hogy még hány ébredési réteg és szint van feletted. Tehát ez csak a mentális elme hiszi azt, hogy valamit megismert, egy kicsit felébredettebb szinten, és akkor az kész, ő kész van, ő föl van ébredve, a csodát, gigantikus sok ébredési szint van még fölötted is. Jó, tehát nekem ez a feladatom, nem mindenkinek ez a feladata, és rengeteg ébresztő mániás, aki már azt hiszi magáról valamelyik itt alacsonyabb szinten, hogy ő már fel van ébredve, és másokat is győzköd, ébrezget, miközben meg vagyok én, aki kozmikus eredet szintről, ez a feladatom, másoknak meg más. Nem akarod tudni véletlenül, hogy neked mi lenne az eredeti specialitásod? Foglalkozz azzal, jobban járna mindenki. Jó? És gondold végig, ha itt van nálunk, igen, ugye a struktúrakódok, most itt csak kettőt mutattam, igen, elhagyom az oldalt, oké, a szerencsejáték ZRT-t és az ingatlan struki kódot, szerencsejáték ZRT, struktúrakód, jó, tehát gondold végig, hogyha nálunk van ez az egész, és gondold végig, ha itt van nálunk minden szintű álomnak a lehetséges álomformátum teljes szabályrendszere, struktúrakódokig bontva, működési alapstruktúrái, a törvényei, a lehetőségei, hogy egyáltalán mi lehetséges számodra neked azokon az adott játéktereken belül, és ennek a lehetségességeinek az ismerete, akkor szerinted ez mit jelent? Van-e ezen belül bármelyik álomszintű, tehát itt lent, ezek között, tehát hogyha nekem itt megvannak ennek az egész összes játéktérnek, szintű játéktérnek a struktúra kódjai. Az is megvan, hogy melyik játéktér szintről, dimenziós, denzitás szintről, miken keresztül tudsz átfordulni. Mik azok a struktúrák, és mik azok a belső tudat és lélek evolúciós alaptételek, amiket meg kell csinálnod ahhoz, hogy tudj tovább fordulni a következő játéktér szintre, és a következő játéktér szintre. Oké, hogyha ehhez nálunk van az összes szabályrendszer, és ennek a struktúrája is, akkor szerinted ez mit jelent? Tehát van-e ezen belül bármelyik álomszintű álmunkon belül neked valami más kiutad, megoldási, megértési lehetőséget, mint ott, ahol az összes álomszintetek lehetőségei, lehetségessége rendszerben itt vannak, és te, ti, mind csak ezen belül létezve tapasztalhattatok eddig. Lehet-e okosabb az, bármelyik álomszintű vetítőnkben, aki azon belül valaki, tehát te lehetsz itt lent okosabb annál, mint ahol mi itt ezt az egésznek, az összes játéktérnek, szintnek, a struktúra kódig és a játékszabály szintjéig tudjuk, hogy te egyáltalán hol játszhatsz. Te itt lejjebb lehetsz okosabb ennél szerinted? Micsoda gőg ez? Oké, hát ez a butaság hat alap pillére, ugye, hogy Anita, Miriel Anita annak idején pont erre a szerencsejáték ZRT-re mondta, pontosan erre a hat középső számra, ezek a stabil hat tartó pillére, úgy mondta, hogy a hülyeség hat alap pillére. Hát igen. Jó, tehát az a tipikus, amikor azt hiszed, hogy már tudsz valamit, és annak a tudás gőgében vagy. Hát nem. És még ki tudja, hogy mi van ezen túl,
Nem ez a vége, csak most idáig mondjuk, mert idáig ismertünk magunkra, és folyamatosan nyitva hagyjuk, hogy és mi lehetséges még, és ahogy ébredünk föl, úgy fog majd egyre inkább kiderülni, hogy hű, hát még ez is van fölötte, hű, és még mi van fölötte, sosincs vége, oké? Tehát nem, ne hidd azt, hogy te itt valamit, főleg ahol itt neked betanították, betápoztak valamit, és ott abban a butaság gőgében te azt hiszed, hogy akkor az a valóság, hát neked maximum itt jó, és az egy nagyon beszűkült tudati valóság, és te ott nem tudsz semmit, oké? Tehát, hogy azért úgy rakjunk már rendet, hogy ki hol van a történetben. Jó, tehát lehetsz okosabb, az bármi, bármelyik álomszintű vetítőnkbe, aki azon belül van, de fogalma sincs a játékszintekről, a vetítőkről, nem, hogy azokról, a szabályokról, törvényeiről, működéseiről, és arról meg végképp nincs, hogy ő is csak az egyik szintű játékunkon belüli okoskába többiekhez képest. Na, tehát, meg is nézem, jó, mert mondjuk ez teszte 30 perc, tesztelésnek csináltam ezt az anyagot, tehát vagy békés alvást, vagy ébredést mindenkinek. Oké, na legyen ennyi. Remélem tetszett ez a hanganyag, és vagy felvétel, és értékesnek találjátok ezt is. Oké, szóval ébredjünk. Jó reggelt kívánok, kozmikus szellemi eredet szintig mindenkinek. Sziasztok!